Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A tánclépések és a mozdulatok művésze volt egészen 2024. decemberéig. És mégis egy rossz mozdulat következtében akkor 5 éve, 4 óra alatt gyökeresen megváltozott az élete. Elveszítette az uralmat minden végtagja fölött. Gerincvelő gyulladás, ami őt kerekesszékhez köti, de kis ideje ismét visszatért a színpadra. Koreográfusként a saját történetét vitte, viszi színpadra, Testbezárt ima címmel. Horváth Renátó az ötös vendége, szép délelőttet, szervusz, és nagy szeretettel köszöntelek. Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Renátó, nagy gratuláció, múlt héten Budapesten is bemutatkozott ez az előadás, hát tulajdonképpen már gyakorlott terepe van ennek az előadásnak. Hát ugye gyakran beszélünk a művészet terápiáról, ami gyógyít, ami segít abban, hogy kidolgozzuk magunkból a fájdalmat, az indulatokat, fizikai nehézségeket, fájdalmakat, és hát te kidolgoztad magadból az utóbbi 5 évedet. Viszont nem tudom, hogy jót teszel-e magadnak ezzel lelkileg, mert mindig és mindig vissza kell menni a kályhához, előről feldolgozni, hogy mi történt veled 2019. decemberétől, azon a bizonyos ominózus napon, és aztán kórház, kóma, gyógykezelések, lelkitusák, szóval mindent újra és újra előről el kell kezdeni, el kell mondani riportokban. Jó-e, hogy újra és újra mindig vissza, és kevésbé előre? Az az igazság, hogy én is eleinte így nem tudtam eldönteni, hogy ezzel jót fogok-e tenni magamnak, illetve a környezetemnek, de be kell, hogy lássam, hogy ez egy jó döntés volt, mert én mindig is egy olyan ember voltam, hogy folyamatosan újra és újra át kellett élnem a bizonyos traumákat, legyen az akár iskolán belül, vagy bármi, hogy ki kell beszélnem magamból. És amint megvolt a legelső előadásunk, én előtte nagyon féltem, hogy úristen, milyen lesz a fogadtatás, hogy egyáltalán érdekel-e valakit, hogy az én történetem mi is valójában. Hát hiszen kimaradt 4 év, és igen, akkor még teljesen másról szólt az életed, máshol tartottál, tervekkel, célokkal, startra készen. Igen. Hát kihúzták a talajt alólam, ha lehet így fogalmazni. De ma már azt merem mondani, hogy nem bánom. Nyilván nagyon rossz, hát rossz ez az élethelyzet, de hát most ez van, ezzel kell valamit kezdeni. És amikor megvolt az első előadás, akkor én egy nagyon nagy megkönnyebbülést éreztem, hogy egy olyan teher került le a vállamról, amivel azt mondtam, hogy igen, aha, végre letettem a saját történetemet, és most már nem ez fogja meghatározni a mindennapjaimat. Lehet, hogy fura ez, hogy ezt mondom, mert amúgy meg de ez határozza meg a mindennapjaimat, mert ugye ebbe élek, meg ugye ezzel úgymond járjuk az országot, de valahol mégsem. Mi volt az első állomás? Mert gondolom, hogy hát annak terve és célja volt, hogy hol legyen a premier, hol mutatkozzék be. Igen, ez egy nagyon érdekes vonala van ennek a történetnek, mert ugye a bénulásom előtt egy héttel az a város, ahol felnőttem, az Polgár, ez számomra egy nagyon-nagyon fontos település, és a bénulásom előtt egy héttel ott mutattam be a legelső önálló saját kis táncínházi előadásomat. Adi Endre és Léda életéről szólt. Amiben koreográfus voltál, vagy táncoltál meg is? Táncoltam is, koreografáltam is, a díszletjelmez minden is összeraktam. És a lényeg az, hogy ott táncoltam utoljára közönség előtt azon a színpadon. És én azt éreztem, hogy már akkor, tehát nagyon fura, amikor így az ember megérzi, hogy valami történni fog. És én úgy jöttem le akkor a színpadról, hogy én ott maradtam. És ezt hazamentünk. Megállt az idő. Igen. Hazamentünk az előadás után, és én mondtam Andikának, hogy olyan üres lettem, mint a kiüresedett volna az egész világ, és én mondtam neki, hogy olyan, mintha ott maradtam volna basszus a színpadon. És mondta, hogy ez nagyon érdekes, de hogy koncentráljak az előttem lévő dolgokra, és hogy ne ragadjak ebbe bele. Most már ebből a távlatból már így értem, hogy igen, ott az valószínűleg annak volt az előjele, vagy ez a megérzés, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem. És ugye én ebbe egy nagyon szép párhuzamot láttam, hogy ennek a bemutatónak ott kell megtörténnie.
és ott is jött létre, és szerencsére nagyon-nagyon segítőkész volt a városvezetés, a művházigazgatás, stb. Tehát mindenki szerette volna azt, hogy ez az előadás megszülessen, és hát szó szerint egy kis színházat kellett felépíteni, mert egy kultúrházról beszélünk, tehát de nagyon-nagyon jó volt, és jó volt onnan elindítani ezt a történetet. Én azt gondoltam volna, hogy Miskolc adja a lehetőséget, illetve Miskolc a te vágyálmod, hogy igazából itt mutatkozzál be, mert itt szakadt el az a szál. Igen. Arra még akkor nem voltam felkészülve, tehát nekem nagyon sokat kellett azon dolgoznom, hogy ki tudjak menni az emberek közé. Én nagyon szégyeltem azt, hogy így jártam. Én ezt egy, nem is tudom, hogy miért fogtam akkor így ezt fel, de egy ilyen stigmának éreztem, hogy úristen, hogy stigma. Engem megnéznek az emberek. Aha, az hogy igen, 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 és így ezt nagyon meg kellett tanulnom kezelni, hogy most már rámosolygok az emberekre, hogyha megnéznek, mert tudom, hogy nem azért néznek meg, hogy jaj, mert azt nem szeretem, amikor sajnálnak, de tudom, hogy nem azért néznek meg, hanem azért nyilván nem vagyok egy szürkegéri sajnos a székkel a mindennapokban, de nekem arra még ott fel kellett készülnöm, és pont jó, hogy így meg tudtam ugrani azokat az akadályokat, hogy igen, kiálltam a közönség elé, úgymond hazai közönség elé, és az ő véleményük nekem mindig is nagyon sokat számított, és akkor már ott kaptam egy olyan löketet, hogy fel tudtam bátorodni, és meg tudtam lépni azt, hogy a Miskolci Színház elé oda tudtam gurulni. Hát ez egy, én azt hittem, hogy ott ilyen sírni fogok, vagy nagyon meg fog hatni negatívan ez a dolog, de egy borzasztó jó érzés volt, mikor oda mentünk a színházhoz, mikor mentünk színpadbejárásra áprilisban, mert rá a bemutató után egy évre jutottunk el Miskolcra, és nagyon érdekes az a párhuzam is, hogy azon a színpadon mutattuk be, ahol amúgy én mindig dolgoztam, a Kamaraszínházba. És olyan volt, mint a hazamentem volna. Hát akkor most én is arra kérlek egy picit, hogy foglaljuk össze, hogy mi történt azon az 5 évvel ezelőtti napon. Hát tulajdonképpen lassan-lassan elérkezünk hát nem is tudom, ha nagyon morbid lennék, azt mondom, hogy évforduló, de hát 5 éve történt mindez. Igen. És mégis az előadás mindig felfrissíti az emlékeket, és mindig újra és újra átéled. Mi történt ezen a napon, 2019. decemberre? Hát ugye ez a nap alapvetően úgy kezdődött, mint minden egyes átlagos napom, hogy bementem a színházba, és próbáltunk, és viszont... Mi volt az előadás? Akkor épp egy új beálló lettem volna a János Vitézbe, mert épp akkor vitték át a Kamaraszínházból a nagy színpadra az előadást, és akkor bővítették a tánckart, és akkor épp aznap azt tanultam be. Huszáros színszerep? Vagy igen, ne? Valami olyasmi. Igen. Tehát huszártánc is volt, meg csatajelenet, meg mindent tanultunk. Nagyon élveztem, viszont nagyon fájtak a lábaim. Olyan fura volt. Túlfeszítetted azt a napot? Vagy elképzelhető. Igen? Elképzelhető. Aztán ugye lement a próba, és este a hegedűs áztetőnt játszották a színházba, és gondoltam, hogy akkor megnézem a kollégáimat, mert nekem ez akkora öröm volt, hogy a Miskolc Színházban minden előadást meg tudtam nézni, és mondtam, hogy ezt nem hagyhatom ki. És akkor hazamentem, előtte bevásároltam, és amikor a bevásárlásban megérkeztem, letettem egy szatyrot a kanapéra, és egy óriási vágást éreztem a lapockáim között, de hát lehet, hogy furcsa párhuzam, de olyan, mint hogyha flexel ketté vágták volna a hátam. Tehát egy ilyen nagyon érdekes érzés volt. És úgy voltam, hogy jó, becsípődött biztos valami a lapockám alá, és akkor jött a nagy ötlet, hogy egy forró kárvízbe befekszek, hogy majd az ellazít. Hát ez így is történt, csak amikor az érintett szakaszt elérte a forró víz, akkor még nagyobb lett a fájdalom, és egyre inkább kezdtek elernyedni a végtagjaim. És akkor éreztem, és jött valami belső hang, hogy ki kell, hogy szálljak a kádba. Hát nagy nehezen kikecmeregtem onnan, és szóltam a kolléganőmnek, a Szintiának, aki az előadásban is önmagát táncolja, hogy segítsen, hozzon valami fájdalomcsillapítót, vagy valamit találjunk ki, mert nem igazán vagyok jól. És akkor ott úgy próbálkoztunk, meg bevettem a fájdalomcsillapítót, de
akkor már a bal kezem elkezdett erősen zsibbadni, és nem igazán tudtam már mozgatni. És hát utána jött a nagy ötlet, ma már butaság, de akkor annyira nem tudtunk gondolkozni, hogy Szintéknek volt egy ismerősük, aki foglalkozott csontkovácsolással, masszírozással, stb. És mi váltig állítottuk azt, hogy itt becsípődött valami. És akkor elmentünk ehhez a sráchoz, de addigra már a taxiból nem tudtam kiszállni, mert nem igazán tudtam már a lábaimat sem mozgatni, és amikor ő meglátott, hogy milyen állapotban vagyok, akkor mondta, hogy azonnal kórház. Hát így is lett volna, hogyha már nem szaladt volna el annyira az idő, mert ugye Szintéknek be kellett érni a színházba. Mert ugye 7-kor kezdték az előadást, és hát mi már 6:30-nél tartottunk. Úgyhogy gyorsan visszavittek a lakásba, na hát az inkább hagyjuk, hogy mentünk fel a 4. emeletre, és ott hagytak a szobába egy pár perc erejéig, mert ugye ők elrohantak a színházba, és ez a srác, akihez elmentünk, ő utánunk jött, csak a nagy sietségben rám szárták véletlenül a lakást. És hát innen kezdődik az igazi tortúra, mert nekem valahogy be kellett volna engednem, de akkor már csak a jobb kezem mozgott. És ott ültem a kanapén, és innen értettem, hogy most akkor mi fog történni, hogy fogok én innen, vagy egyetlen, hogy mi történik velem. Tehát, hogy tényleg ott, ahogy az előadásban is említem, olyan szinten lezárt az agyam, hogy egyszerűen nem fogtam fel, hogy mi zajlik. De mégis jött egy löket ez az életöztöm, hogy be kell engednem ezt az embert, már nem engedem be, akkor biztos, hogy meghalok minden túlzás nélkül. És mint egy rossz horrorfilmbe, hát megindultam fejjel, jól összetörtem magam, és akkor a jobb kezemmel kikúsztam az ajtóig, és beengedtem végül. És onnantól kezdve felgyorsultak az események, mert jött a mentő, és akkor bevittek a Miskolci megyei kórházba, és ott elkezdődtek a vizsgálatok. Nem értették, hogy mi történik velem, hogy ez hogy lehet. A képalkotók már nem tudtak jó eredménnyel szolgálni, mert egy ödéma ugye elterítette a gerinc. A nyaki kettes csigolyától a hát középig teljesen elöntötte, vagy elterítette a gerincet és a hát résztet, hogy egyszerűen nem láttak semmit a képalkotókkal. Tehát ez ugyanolyan időkapu, hasonló időkapu, mint egy stroke-nál, hogyha bizonyos órán belül nem érkezik meg az ember a kórházba, és nem kap azonnali ellátást, akkor egyre nagyobb területek vesznek oda. Igen. És ugye másnap reggelre, ugye leállt a tüdőm, és akkor lélegeztetőgépre kerültem, és onnantól kezdve egy 3 hétre mesterséges kómába kerültem, és hát onnantól kezdve kezdődött el igazán a tortúra, és az én kálváriám, de azóta minden ödéma visszaszívódott is. És teljesen látni a gerincemet, egy nagyon picit elvékonyodott a gerincvelő. Nyilván egy gerincvelő gyulladásról beszélünk, mint nagyjából utólag kiderült, hogy valószínűleg gerincvelő gyulladás okozta ezt az állapotot. De hogy mi váltotta ki, ezt mind a mai napig nem tudni. A testtudatod viszont megvan, olyannyira, hogy amikor én kétszer hívtalak, mind a kétszer szinte azonnal föl tudtad venni a telefont. Igen, mert az a szerencsém, hogy vagyok annyira kitartó, hogy mondtam, hogy én ezt nem fogom hagyni, hogy egy életen át én ne csak feküdjek az ágyba, vagy bármit, tehát hogy mondtam, hogy ez így nem mehet. És addig agyaltam rajta, hogy ki silabizáltam azt, hogy a telefont hogyan tudnám kezelni, és szerencsére ma már eljutottam oda, hogy mindent is a telefonomról irányítok, tehát e-maileket írok, a social felületeket kezelek, reklámanyagot gyártok, tehát minden. Vannak ehhez segédeszközök? Tehát igen, amiről tudsz billentyűzni? Ez úgy néz ki, hogy van egy fotel, és ezen a fotelen van egy reggelizőtárca, azon rajta van a telefonom, ezek ugye nyilván ki vannak támogatva, és van egy pálca a számba, és azzal a pálcával én mindent is irányítok a telefonon. Igen, úgyhogy ez így, ez egy nagyon jó dolog, de viszont azért is jó, mert egész nap ülök. Tehát nem az van, hogy fekszek, és akkor elernyednek az izmaim. Meg hát a felső testemmel is próbálok mozogni, nem csak a nyakammal. Tehát, hogy mindent felső testből próbálok indítani, és ennek apropóján erősödik a hátam. Az előadásban van egy nagyon szép
pillanat és mozgássor tulajdonképpen a kómádat hozza vissza, hogy a kóma alatt, a mesterséges kóma alatt mi zajlott le benned. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen már ott a koreográfus meg a látványtervező működött benned, hiszen olyan képek jöttek elő, és olyan ismerősök, családtagok a közelmúltból, hogy álmodni nem lehetne szebbet. És akik motivátorok, mind a mai napig, még ha fizikai valójukban nincsenek is veled, de ők ott megjelennek az előadásodban. Igen, ugye ott az előadásban nagynéném jelenik meg. Ez azért érdekes ez a történet, mert őt a bénulásom előtti pár hónapban vesztettük el, és ő is lebénult. A családban sok ilyen típusú betegség. Igen, az az igazság, hogy nekem az apai nagyapám burgerkóros volt, neki amputálták mindkét lábát, tehát ő is kerekesszékes volt. És olyan 50 éves korában igen, 55 éves nyomozó volt. Igen. Úgyhogy azért van egy ilyen vonal, viszont ez kiderült genetikai vizsgálatokban, hogy nekem el semmi közöm sincs. Mert nyilván ugye ebből indultunk ki. Nagynéném is más okokból, tehát sajnos a rák miatt az utolsó stádiumban alakult így, hogy ő is kerekesszékbe került. Viszont nagyon érdekes volt, amikor ő megjelent ott nekem. Tehát, hogy én akkor nem tudtam eldönteni, hogy most akkor mi a valóság, vagy mi ez az álomkép. És igen, és én azt éreztem, hogy annak ott oka volt. És utólag jöttem rá, hogy igen, Renátó, csináld, és ne add fel, és menni kell az úton, és váltsd valóra az álmaidat. Nagyon erős női képek vannak a családban, és vonalak, mert hogy a nagymamáddal viszont pici gyerekkorodtól balett előadásokat néztetek, igen, operaházi előadásokat, tehát tulajdonképpen ő ültette bele a bogarat a füledbe, hogy táncolni, mozogni, és akár a színpadon. Igen, hát nagymamám, ő egy csoda. Tehát ő ott él velünk, és hát én már ugye Budapesten vagyok, de ugye vele nőttem fel, és rengeteg időt töltöttünk együtt. Ő nagyon, hát eljött abba az időbe, hogy 50 évesen még el lehetett jönni nyugdíjba, és ő el is jött, és olyantól kezdve töretlenül ott volt velem. És amit tudok, azt tőle tanulhattam meg. Ugye édesanyám dolgozott, és akkor így mamával nagyon sok időt töltöttünk együtt, de hát ő egy csoda, tehát 8 évesen anyagint olvasott fel, meg ilyenek, tehát hogy arra sarkalt mindig, hogy a művészet, a kultúra az legyen jelen az életbe, és a tudás. Tehát, hogy ez nagyon fontos volt a családban, hogy tényleg a tudás az annál fontosabb nincs. Mert azt úgysem veszi el tőled senki, amit már egyszer megtanultál. Viszont ott van az a másik stigma, valahogy ez is végig kíséri az életedet, hogy nem csak amiatt néznek meg, hogy kerekesszékben vagy most, még remélhetőleg, és nem hosszabb távon, hanem sikerül majd egyszer onnan kipattanni, hanem hát stigmát jelentett a gyerekkor is. És egy kicsit olyan Billy Elliot történet, ugye ismerjük, igen, sokan az ő történetét, aki egy vidéki városban cseperedik, és ott egy nagyon hideg környezetben, ott nem bányász az édesapa, illetve ott bányász az édesapa, de itt nálad van egy erős férfi kép, futballista édesapa, aki hozza haza a sérüléseket, a sebesüléseket, és ugyanakkor itt van a fia, aki a táncot választja, és hasonlóan, mint Billy Elliot, bántalmazásoknak van kitéve, mindenfajta szidalmaknak, még le is köpnek téged, és hát ebből a környezetből kicsillanni a tánccal, hát elég nehéz lehetett. Stigmát jelentett. Igen, hát nem volt egyszerű, mert ugye a gyerekek nagyon kegyetlenek egymással, tehát hogy nyilván ez valahol köztudott, de az én esetemben ez nem volt egyszerű, tehát tényleg, hogy nem értették, hogy miért nem focizok, miért lánybarátaim vannak. Na ez is egyébként egy érdekes ellentmondás, hogy miközben megkapod még azt a jelzőt is, hogy na hát itt a buzi. Igen. Eközben végig lányokkal barátkozol, és mondjuk nem a foci pályára mégy ki, hanem olvasol, tehát hogy... Jó, hát mindig kilógtam a sorból, az tény, tehát hogy nem illettem bele abba a rendszerbe, ami ott vidéken működött, és ami az elfogadott volt.
De én ezt nem bánom. Nyilván akkor nagyon rossz volt, és nem értettem, hogy miért kell engem bántani, mi a baj velem, miért tartanak különcnek. Viszont fel tudtam szívni magam is, és azt mondtam, hogy nem érdekel, hogy ki mit gondol. Én tudom, hogy mit szeretnék csinálni, és én azt el is szeretném érni. És valahol abból a gyermekkori énemet próbálom visszahozni ebbe az állapotomba is, hogy, hogy ha akkor meg tudtam ezt csinálni, és igen, meg tudtam nekik mutatni, hogy a tánc is tud olyan kemény lenni, mint akár egy foci. Hát, hogy amikor 50-60 kilós primadonnákat kell emelni, igen, és balerinákat, hát akkor bizony-bizony az nagyon komoly fizikai munka. Igen. Hozzáteszem, hogy jóval nagyobb, mint mondjuk egy lasztit elrúgni. Nyilván annak is megvan a maga szépsége, meg a fizikuma, de én be akartam bizonyítani nekik, hogy próbáljátok ki, és akkor majd rájöttök, ha van viszonyítási alap. És akkor szerencsére volt egy lehetőség, és akkor úgy elismerték ezt az egészet. És onnantól kezdve már nem volt gond abban a közegben, ahol én mozogtam iskolában, vagy bármi. És mai napig ebből táplálkozom, hogy nem szeretném azt, hogy ugyanaz a megalázott lélek legyek, mert hát igen, volt ez, hogy rám csavarták a szivacsot, meg leköptek, meg stb. Aztán ugye a műfházba menekültem polgáron, és hát ott volt nagynéném, aki műfházigazgató volt, és ő tártkarokkal várt, és mondta, hogy itt van, csináld, amit szeretnél, és légy önmagad. Aztán ezeknek a bántalmazó osztálytársaknak, diáktársaknak azért leesett az álluk, amikor jött egy iskolai ünnepély, és ott nekik táncot kellett koreografálnod, ugye? Igen. És akkor rájöttek, hogy hoppá, hát ebben azért nagyon komoly logisztika van, meg nagyon komoly csapatépítő erő, és elindult egy becsület visszaszerzés. Mondhatni így is, igen. De jól sült el, úgyhogy én ennek örülök, és tényleg az, hogy nem tudom honnan, de olyan erőt tudtam ebből meríteni, és mai napig is ebből is erőt merítek, hogy menjünk, és ne hagyjam magam eltaposni. Hát nem is tudom, minek nevezem, bénulás ez, mert végül is tulajdonképpen... Furcsa, mert csak mozgásomban vagyok bénult, mert ugye mindent érzek, igen, minden testtudat megvan, a hőérzet is minden, csak nem jut a parancs le a végtagjaimba. Viszont a felfelé történő parancsok azok megvannak, mert ugye minden érintést, minden reagál, vagy érzek, azt is érzem, hogy fáj a lábujjam, hogyha nyom a cipő, vagy bármi. Úgyhogy, de amúgy igen, végül is bénulásnak mondanám. Én ezt inkább mondjuk fordítanám talán balesetnek, vagy. Szóval, hogy a te eseted, az tulajdonképpen nagyon rossz időben érkezett, ha egyáltalán ennek van jó és rossz ideje, mert hát 2019. decemberre már nagyon közelítenek a hírek a Covidról, és azért jönnek mindenfajta korlátozások. Tehát nem tudom, hogy téged érintettek-e már azok a fajta kórházi tilalmak, hogy csak mérsékelten lehet látogatni a családtagoknak, hozzátartozóknak, barátoknak. Nem tudom, hogy a kollégák például látogattak-e, vagy mennyire morzsolódtak le, mennyire maradtak veled, milyen renoméd volt a baleset után, megmaradt-e? Hú, hogy most minden kérdésre tudjak válaszolni. Szereteljük szét, tehát hogy kik maradtak. Nyilván a baráti társaságnak egy kisebb szerete maradt. De ezt sem bánom, mert azok az emberek maradtak mellettem, akik tényleg kíváncsiak voltak rám, és akik tényleg ott szerettek volna lenni mellettem. És ezek az emberek mai napig ott vannak. Tehát ők jöttek a kórházba, már ott Miskolcon, minden nap. Ha nem is tudtak bejönni hozzám, hogy lássanak, de ott voltak, mert tudtam, hogy kint vannak a váróteremben. Inkább ugye a családtagokat engedték előre, de mindig ott voltak. De azok az érdekkapcsolatokat, azokat nem bánom, amik így lemorzsolódtak, de... Ők adtak jelet, hogy miért hanyagolják a te társaságodat, miért nem mennek oda, és mondanak egy jó mondatot, vagy küldenek akár mondjuk egy SMS-t, egy e-mailt, és akkor még az a zavart személyes érintkezés sem kell. Nyilván nehéz ez, mert azért egy ilyen helyzetet kezelni kutya kemény, tehát hogy felmentő vagy, nagy felmentő. Lehet. Nem, próbálom őket is megérteni. Megpróbálom mindig bármit is
történik velem, vagy cselekszek, akkor próbálom bele gondolni a másiknak a helyzetébe magam. Hogy semmi sem fekete-fehér, igen, hanem... Igen, tehát hogy nem tudom, hogy én hogy reagálnék egy ilyen szituációba. Mert volt olyan, aki például azt mondta, hogy nem tud velem találkozni, mai napig nem találkoztunk, mert ő úgy szeretne megőrizni az emlékeiben, mint amilyen régen voltam. Ezen kicsit kiakadtam, megmondom őszintén, mert nem haltam meg szerencsére. De valahol azt mondom, értem, de amúgy eltettem egy olyan polcra ezt a történetet, ahol igen, de hát nyilván nehéz ez, mert lelkileg nem mindenki van erre felkészülve. Tehát az elején azért nagyon durván néztem ki, és hát nem lehetett megismerni. Igen, mert ott volt tényleg gégemetszéstől mind, kezdve. Hát az is volt háromszor, meg ilyenek, tehát hogy borzasztó volt. Tehát, hogy valamikor annyira vékony voltam, hogy az összes csontom kilátszódott, utána meg felhíztam, tehát hogy hát én magam se tudtam követni már a külsőm változását, és küllemre nem az az ember nézett vissza a tükörből nagyon sok ha tükörbe néztem, aki voltam. Tehát, meg hát éppen kijössz ugye egy mesterséges kómából, és szinte beüt a COVID, onnan pedig, ja, igen, onnan hát, pedig lassan távozni kell a kórteremből, mert hát ugye COVID osztályok létesülnek. Milyen állapotban menesztettek a kórházból? Hát a történetemben még az is a szép, hogy ugye én a Szent László kórházban voltam már, mert ugye Miskolcról áthelyeztek Budapestre, egy 2,5 hónap után, vagy három, nem is akarok már számot mondani, mert végül is fölösleges, második periódusban felkerültem ugye Budapestre, a Szent László kórházba, és ott voltam az intenzív osztályon. És az én helyemre jött az első lélegeztetőgépre kerülő COVID-beteg. Tehát engem kimenekítettek az osztályról. Épp előtte egy héttel jött az Országos Orvosi Rehabilitációs Központnak az főorvosa megnézni, hogy át tudnak-e venni, mert akkor már nagyon a levegőben lógott, hogy világjárvány, világjárvány. Én ugye ebből sok mindent nem észleltem, csak azt, hogy ugye a nővérek elkezdtek felkészülni, mert az az osztály volt az első COVID osztály az országban. És hát nagyon paráztam, hogy velem mi lesz, hát itt vagyok nyitott tüdővel, Jézusom, hát tehát, hogy pont egy olyan betegség, ami a tüdőt támadja, tehát mindegy. Aztán kimenekítettek, bekerültem az Országos Orvosi Rehabba, ott egy hónapig voltam, és akkor azt is átalakították COVID központtá, jöttek ott a katonák, meg ilyenek, úristen mondom, mi lesz, és utána folyamatosan ürítették ki a rehabot. És hát, ha tetszett, ha nem, nyitott tüdővel haza kellett mennem. Tehát ott Andikának volt egy hete, hogy átalakítsa a lakást. A barátnődnek, aki hát most már 10 hány éve éltek együtt? 11 éve. Uh-huh. Igen. És hát egyébként neki például éppen a te 5 évvel ezelőtti eseted napján nyert felvételt egy tanfolyam, egy iskolában. Igen, hát akkor úgy döntöttük, hogy új életet szeretne úgymond kezdeni, mert amúgy művelődés szervezéssel foglalkozott, és mondta, hogy inkább más irányba szeretne elmenni, és akkor beiratkozott egy kéz- és lábápolói tanfolyamra, mert édesanyám kozmetikus, és akkor innen jött a vonal, hogy na, akkor legyen a szépségipar, és nagyon szeret, és nagyon ügyes benne, szerencsére, úgyhogy akkor kezdte el aznap. Tehát, hogy igen. De hát elsősorban melletted volt, és, hát és 0-24-ben igen. Tulajdonképpen lelkitárs, nővér, minden est, tehát igen. Minden. Hát ő teljesen feladta az életét, tehát hogy most látjuk talán azt, hogy el tud indulni, és elkezdi majd építeni a kis életét, de mindent feladott. Tehát tényleg az, hogy amikor közölték, hogy haza kell jönnöm, hát akkor egy héten belül tényleg kórteremmé alakította a lakást, és mindent megtanult, mindent bevállalt, és én nagyon felnézek rá, mert hát ahogy akkor kinéztem, és amilyen állapotban voltam, azért nagyon erősnek kellett lennie neki, hogy ez bevállalja egyedül. Mert ugye, amikor hazakerültem, na akkor bezárt a világ, és akkor mi ott maradtunk a kispesti lakásunkba ketten. Se család, senki nem tudott hazajönni, tehát hogy a családfele külföldön ragadt, úgyhogy nagyon magunkra voltunk utalva, és hát leküzdöttük, de nem volt egyszerű. De tényleg minden megtanult, és le a kalappal előtte, hogy értem még ennyi mindent,
senki nem tett. Hát és nem csak fizikailag tett meg, érted mindent, de hát lelkileg is, mert itt a mély depressziótól, a pánikbetegségen át, a gyógyszerfüggőségig, szóval itt minden volt a lelki lejtmenetek, hullámhegyek, okay, hullámvölgyek elsősorban, szóval hát ezen gyorsan túllendített, szóval a pánikbetegség nem egy gyors lefolyású valami, ezzel évtizedekig él együtt, igen, az ember. Most igen. Azt mondod, hogy ezeken túl vagy, vagy van még vissza valami lelkileg, vagy az előadás is segít abban, hogy ezt kidolgozd magadból, és dolgozz ezen. Igen. Igen, mert ugye, hát ahogy hazakerültem, ott ugye minden orvosi felügyelet is megszűnt, és hát ott maradtam a kis gyógyszereimmel, stb., és ugye ezt a saját kútfőből kellett megoldanunk Andikával, hogy tudtuk, hogy mi a cél, nem tudtuk, hogy oldjuk meg, de kipróbáltunk valamit, és bejött. Nyilván hosszú idő volt, tehát az, hogy mire én úgymond rendbe tudtam jönni lelkileg, az egy 2,5 év kőkemény mindennapos meló. A gyógyszerek, a fájdalomcsillapítás véget kellettek? Tehát olyan fájdalmak voltak? És. De ugye én a kórházba rászoktattam magam, nézőpont kérdése, a rengeteg pszichotikumra. Azért, mert én a kórházban nem tudtam szembenézni, nem az állapotommal, a kórházi léttel nem tudtam szembenézni. És én folyamatosan bódítatni szerettem volna magam, meg nekik is ez volt a cél, csak már ott se hatottak. Tehát, hogy én így beszélgettem a kórházi személyzettel, mikor amúgy olyan lóadag nyugtatókat kaptam, hogy nekem aludnom kellett volna. Ez azokkal szerekkel műtenek, és nekem már nem hatott. És ugye ezeket a brutál erős szereket, mire le tudtuk csökkenteni, és elhagyni, és letenni, hát az izmos meló volt. Most is, hogy így visszagondolok, így, én nem is tudom, hogy ezt hogy tudtuk. Talán az, hogy volt egy cél előttünk, és azt mondtuk, hogy el kell érni. És talán ez a jó abban, ahogy a jellemem az ilyen, hogy a falon keresztül megyek, ha valamit eldöntök. Hát Andikát nem irigylem. De hát egyébként megélni. A ti történetek is csodásan megjelenik ebben a táncelőadásban, a testbe zárt imában. Apropó ima, a hited, az megvolt, megvan? Meg. Mert az ember óhatatlanul felteszi magának a kérdést, hogy miért kaptam én ezt a keresztet, ha már ima. Szóval, hogy egyfajta felfelé történő elmarasztalás is lehetne mindemellett. Nem, bennem az volt, hogy az első perctől kezdve fohászkodtam. Már a kanapén, ahogy ültem, és néztem ki az ablakon, hogy édes Isten, segíts rajtam is, és folyamatosan a mi atyánkat mormoltam, amikor az MRG-be voltam, amikor épp mit tudom én vizsgáltak, vagy folyamatosan csak imádkoztam. Meg volt korábban is egyébként ez a hite? Tehát köszönetet mondtál akkor is, amikor jó dolog ért? Igen. Mert erről hajlamosak vagyunk, igen, elfeledkezni. Meg volt, viszont én nem úgy gyakoroltam sosem, de gyerekként igen, tehát meg volt, római katolikus vallású vagyok, és a bérmálkozás már nem jött össze, mert inkább a tánca voltam elfoglalva, de én nagyon szerettem a templomi létet, tehát abban is a színházat láttam. Csengettem ott, mindent csináltam. De utána úgy voltam vele, hogy most lehet, hogy furcsa lesz a hallgatóknak, hogy ezt mondom, de én úgy voltam vele, hogy nem feltétlen kell nekem ahhoz az a szakrális tér, hogy kapcsolatot tudjak teremteni az Istennel. És én így magamban úgy el voltam, és úgy beszélgettem, meg kapcsolatot teremtettem vele, és ez így megmaradt, és ez a kórházi lét alatt is így volt, és mai napig így van. Szerintem a legtöbbünknél így van, hogy igen, többen éljük meg belülről a hitet, mint sem ezt gyakoroljuk kifelé. Hát pláne amilyen hírek érkeznek mostanság katolikus, református, egyházi vezetőkről, szóval az ember igazából, igen, hát otthon a maga erkölcsi értékei szerint szeretné megélni, és egy belső kommunikációban lenni a fentiekkel, és ezen a spirituális úton találkozni mondjuk az elhunyt hozzátartozókkal is. Tehát ők is, bizony, megjelennek ebben az előadásban, és azon gondolkodtam, hogy annyira mindenes vagy ebben az előadásban. Tehát a te neved mellé több titulus illet, koreográfus, látványtervező, jelmezek, egyebek, tehát hogy
Nagyon intim munka lehetett a koreografálás. A táncosokkal, az alter egóddal, ugye Milánnal és Justinával, aki a te párodat testesíti meg, őket, Földesi Milánt is például a Feledi János projektjéből ismerhetjük, és Bakonyi Justinát is, többek között a Feledi projekt előadásaiból. Szóval, hogy gondolom főleg szóban, verbálisan tudtál nekik instrukciókat adni, és ez viszont akkor egy nagyon intim, nagyon belső utazás lehetett, hogy kifejezz azt szóban, hogy táncban, lépésekben, mozdulatokban, arckifejezésekben hogyan nézzen ki ez? Hát ugye alapvetően Justi, ugye ő, ugye mi csoporttársak voltunk az egyetemen, és ő nagyon figyelemmel kísérte az én történéseimet, meg hogy hol tart az utam, és ebből a szempontból Justi nagyon érzékeny volt erre a témára. Viszont nekem nagyon meg kellett azt tanulnom, hogy oké, látok egy képet a fejembe, mozgás, koordinációt, sort, vagy bármit, és akkor azt hogy mondjam el? És akkor felelevenítettem azt a tudást, amit az egyetemen megszereztünk, hogy akkor hogy is kell próbavezetőként működni, vagy hogy instruáljunk másokat úgy, hogy nem mutatunk mozdulatokat. És elő vagy utóbb belejöttem, és addig mondtam, addig beszéltünk a dolgokról, addig rakta jobbra-balra a lábát az épp az adott táncos, akivel dolgoztam, mire meg nem értettük egymást, és szerencsére egy nagyon jó alkotói folyamat volt ez az egész, mert mindenki nagyon instrukcióérzékeny, és nagyon szerették volna, hogy az jöjjön létre, amit én látni szeretnék. És én nagyon élvezem a próbatermi folyamatokat, mert tényleg egy olyan bensőséges kapcsolat alakult ki, szerintem minden egyes táncossal, mert ugye mindenkinek van egy kisebb, nagyobb szólója a darabon belül, és szerencsére mindenkivel tudtam külön-külön dolgozni. És külön-külön is táncoltál, tehát 2019 előtthöz képest? Tehát vannak olyan egykori táncpartnerek, akik ebben az előadásban is benne vannak? Igen, például Szintivel együtt dolgoztunk Miskolcon a színházban. Vannak lányok, akik felettem jártak egy évvel az egyetemen, tehát hogy azért így megvannak ezek a kapcsolatok, vagy egy baráti társaságba tartoztunk, viszont kerültek be, ugye mikor januárban tartottunk egy próbatáncot, mert bővíteni szerettem volna a csapatot, ugye az áprilisi turné előtt, és akkor ugye bekerültek teljesen ismeretlen, számomra ismeretlen lányok is a csoportba, de velük is egy olyan szuper kapcsolat alakult ki, hogy azt merem mondani, hogy tényleg már így ismerjük egymást. Egyébként milyen összeszokás volt ez? Tehát a hagyományos próba folyamatokhoz képest mennyivel több időt vett igénybe, mondjuk? Tehát éppen emiatt a korlátozott lehetőségek okán hagytatok időt, vagy pedig nem volt ilyen bemutató kényszer? Hát azért volt. A határidő itt is nagy. Igen. A polgár azért össze kellett rakni az előadást. Viszont ott sokat segített, hogy ott nem voltunk egy bő másfél hétig polgáron, azért az adott helyszínen ott jócskán össze tudtunk szokni, de hát a próbatermi lét a legelső bemutató előtt az nagyon sürgető volt. Ott gyorsan össze kellett rakni az előadást. Viszont az áprilisi turné előtt, amikor már bővült a csapat, ott jobban volt időnk próbálni, ott azért sokkal aprólékosabban bele tudtunk menni, és akkor nagyon belenyúltam az egész darabba, tehát akkor nagyon sok mindent változtattam, és azért néz most már így ki, ahogy. Te vagy a narrátora az előadásnak, tehát te vezeted be a nézőket a saját élettörténetedbe, illetve a táncjelenetek között a te személyes mondani valód és párbeszéded a közönséggel, viszont a párbeszéded az nagyon egy pontra koncentrál, tehát nem szemezel a közönséget, nem pásztázod őket végig, hanem nagyon egyirányú. Sokszor azt éreztem, hogy minthogyha a táncosokat is csak egy nagyon szűk keresztmetszetben látnád. Ennyit láttad már őket, vagy ez nagyon tudatos, hogy egy nagyon koncentrált figyelemmel neked nem csalinkázik a tekinteted? Igen, egyrészt
nem szeretném elvonni a táncokról a figyelmet, hogy én ott most jobbra-balra... Kontrollálod, mint egy rendező. Igen. Viszont én erre az egészre úgy tekintek, mint hogyha egy nem is tudom milyen étari térben lebegnék. És csak egy valakihez szólna, akár, a nézőhöz, akár, nem a nézőkhöz, hanem ahhoz az egy igen. nézőhöz. Igen. Igen, tehát, hogy bár most ezen amúgy elgondolkoztam, hogy miért nem pásztázom a közönséget, de valahogy én úgy érzem biztonságban magam. Egyébként úgy vettem észre, hogy a táncos alter egót Földesi Milán is, neki is egy ilyen nagyon koncentrálni. Hmm. Ő sem kalandozik, hanem mint hogyha egymás mellé állítanánk benneteket, akkor mindenki hát egyetlen egy sávban dolgozik a szemével, a tekintetével. Mondjuk bennem az van, hogy amikor ott ülök bent a színpadon, hogy bennem az van, hogy néz előre. És aha. az átvitt értelemben igen. is. Hogy tekintsünk előre, és egy pontra összpontosítsunk, és az a pont, azt el fő kérni, hogyha arra összpontosítunk. Tehát, hogy valahogy ez motivál. Akkor most válaszoltál arra, amivel igen. elkezdődött a beszélgetésünk, hogy mindig vissza és vissza kell menni a KH-hoz, mindig előről el kell mondanod a te történetedet, de akkor ott van ebben benne a néz előre. Abszolút. Mert én szeretném megérteni a múltat ahhoz, hogy előre tudjak tekinteni. Ez egyébként az aktív táncosoknak is egy nagyon jó példa, hogy néz előre, mert nagyon kérészéletű ez a pálya. Számos olyan táncművész vendégem volt, aki 34 évesen például már kénytelen lerakni azt a bizonyos balettcipőt, vagy spiccipőt, tánccipőt, mert már érzi a becsipődéseket, a fizikai fájdalmakat, a sérülések özöne van már utána. Tehát max 40 éves korig, és utána már a csoda kategória, ha még a színpadon van az ember, tehát már a pálya úgy indul el, hogy az ember már B-utakban gondolkodik. Igen. És te benned azért már működött például a tánctörténész elképzelés is, hogy esetleg e felé is vihet az élet, mert hát ebből itt Magyarországon nagyon nem lehet megélni, csak nagyon-nagyon szűkösen. Szóval mi lehet a B-út, az ember tanít, koreográfus lehet, tánctörténész lehet. De hát amikor jön egy ilyen történés az életedben, akkor már 20 évesen meg kell hozni ezt a döntést. De most szerencsére azt látom, hogy Renátó mint produceri cégvezető, ugye? Amúgy igen, így kimondva ez így nagyon jó. Jó hangzik. De amúgy tényleg amúgy most ezzel szembesültem, hogy amúgy tényleg a mindennapokban ezt csinálom. Az előadás kedvéért kellett ezt létrehozni, ezt a céges formát, vagy ezzel van terved? Tehát ez nem csak egy egyszeri bemutatkozás és megméretkezés koreográfusként és táncos mindenesként, mindenhatóként, hanem lesz folytatás. Abszolút lesz folytatás. Abszolút. Nagyon szeretném. Nyilván az egész azért indult, hogy létre tudjon jönni a testbezárt ima. De úgy vagyok vele, hogy ezt tolni kell előre, és kiadni magamból azt a rengeteg mindent, mert hát nagyon sok ötletem van, és már néha már nagyon unom magam, hogy csak jönnek az ötletek föl, mikor éjszaka felébredek, és olyan jó lesne leírni, de nem zaklatom ezzel Andikát, hogy kell már fel is jegyezz le, de igen, rengeteg ötletem és célom van, és szeretnék minél több előadást létrehozni. Most, ahogy nézlek, hát itt is mozognak az ujjai, tehát ez a bizonyos testtudatosság már működtet, sőt, emlegetted azokat a pillanatokat, hogyha mondjuk megcsiklandozza az ember, akkor erre jönnének reakciók, tehát ilyen abszolút. Agyba eljutatandó történetek, tehát úgy apránként és tényleg milliméterről milliméterre mindig egyre többet és többet érzékelsz, tudsz kommunikálni, kifejezni. Tehát előbb-utóbb elkövetkezhet az a pillanat, amikor hirtelen csak kipat, az megvan az a mozdulat benned? Meg. Minden reggel megvan, hogy felkelek az ágyba, kikelek a székbe. Tehát, hogy ez megvan, és az esély is megvan rá, szerencsére. Tehát, hogy azért mint amellett, hogy a színháznak próbálom szentelni a mindennapjaimat, azért jócskán, és hát erősen ott van a háttérben azért a rehabilitáció, tehát azért azt nem hagytam abba, és ugye annak köszönhetem azt amúgy, hogy
ilyen állapotban lehetek. Viszont azt nem hagyom, hogy az határozza meg a mindennapjaimat. Tehát az csak egy rutin már. Mm. Viszont ennek, és annak köszönhetően abszolút megvan az esély, hogy eljöjjön ez a pillanat. És hát ugye én nem adtam fel a kutatást, tehát hogy én minden egyes nap azért foglalkozom ezzel, hogy miért alakult ez így, mit tudunk csinálni annak érdekében, hogy jobb legyen, milyen új kutatások, milyen új kezelések történnek a nagyvilágba, ami előre viheti az én gyógyulásomat. Nemzetközileg is szétnéztél? Abszolút. És abszolút. Ennek van realitása, vagy olyan anyagi áldozatokat hozna, hogy ennek emiatt nincsen realitása, hogy tényleg ez olyan horribilis összeg lenne? Hát egyelőre anyagi háttér az azért olyan összegek vannak, hogy azért azt nagyon nehéz összegyűjteni, de szerencsére azért azok az orvosok, akik foglalkoznak az esetemmel, ők nagyon bizakodóak, és ők abszolút rálátnak a nemzetközi fejlesztésekre, és ők már Schatzberg KB-be tudták lőni, hogy mikor érkezhet meg Magyarországra az a technológia, amivel akár kideríthetjük azt, hogy mi okozta ezt a gerincfelőgyulladást, vagy mi az, ami előre viszi ezt az egész gyógyulást. Nemzetközileg is ritka ez az eset, ami veled történt? Tehát igen. Ezért is vannak kérdőjelek, de nem reménytelen. Tehát nem reménytelen, abszolút. Abszolút. Akkor lenne reménytelen, hogyha... Tehát mivel nincsen szakadva a gerincvelőm, ezért megvan az esély. Meg az, hogy érzek. Tehát azért nem nagyon tudják hova tenni, hogy is működik akkor ez a bénulás, hogy nem tudják hova tenni neurológiailag sem, hogy most akkor mi zajlik nálam. Viszont mindent ki tudsz fejezni, és el tudsz mondani, és azok a mozdulatok, amelyek benned működnének, működnek az alter egókban, működik... többek között ebben az előadásban is, a testbe zárt imában. Én hosszú életet kívánok az előadásnak, és újabb produkciókat, úgyhogy ezek a mozdulatok szülessenek meg a színpadon, és előbb-utóbb a mozdulatok veled is meglegyenek, úgyhogy akár majd kerekesszék nélkül is várunk ide, és folytassuk ezt a beszélgetést. Horváth Renátó táncművész, koreográfus volt az ötös vendége. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Én köszönöm a meghívást, köszönöm.